változó adók januártól több adó nem is kedvezően módosult. Fejlesztés a határon, ukrán-magyar határőrizeti együttműködés. Nyírségvíz, lakosságot érintő változások. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Csökkenő áfa, módosuló egészségügyi szolgáltatási járulék, több kedvezmény a családoknak és az első házasoknak. Januártól több adó nem is megváltozott. Idén lényegesen változik az általános forgalmi adó mértéke. A baromfi hús, a baromfi belsőség, például a máj, a zúza, valamint a baromfi vágási melléktermékek, például a nyak, a láb, a friss tej és a friss tojás áfakulcsa 5%-osra csökken a korábbi 27%-ról, de kevesebbet kell fizetni például akkor is, ha étteremben étkezünk. Az általános forgalmi adó mértéke csökken 18%-ra. A baromfi húsnál, illetve az internet szolgáltatásnál is, valamint az éttermi szolgáltatásnál is. Ugye az éttermi szolgáltatásnál fontos figyelemben venni azt, hogy a helyben fogyasztott ételekre érvényes ez a 18%-os áfa kulcs. Az elvitelre szolgáló ételeknél pedig 27%-os maradt továbbra is az áfa mértéke. Illetve fontos még azt is megemlíteni, hogy a helyben fogyasztott italok esetében a helyben készített italokra érvényes csak a kedvezményes áfa kulcs. Idén több pénzből gazdálkodhatnak a családok is. Az adóalap kedvezmény mértéke január 1-től két gyermek esetén. Gyermekenként a havonta igénybe vehető 83.330 forintról 100.000 forintra emelkedik, így a két gyermekesek családi adókedvezménye összesen 5.000 forinttal 30.000 forintra nőtt. Kedvező változás az is, hogy 2017-től az első házasok kedvezményét az arra jogosultak a házasságkötést követő hónaptól 24 hónapon keresztül feltétel nélkül érvényesíthetik, azaz a kedvezményre jogosultságot nem szünteti meg, ha a házasságkötést követően magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre is jogosultá válik a magánszemély. A kedvezménnyel havonta 33.335 forinttal csökkenthető az összevont adóalap, azaz havi nettó 5.000 forinttal csökkenthető a személyi jövedelem adó előleg. A katások esetében duplájára emelkedik az éves bevételi értékhatár, vagyis aki az adóév egészében katás és adók fizetésére kötelezett, annak 12 millió forint bevétel feletti részre kell csak megfizetnie a 40% adót a tételes adó mellett. Az áfa törvény szerinti alanyi adómentesség értékhatára 6 millió forintról 8 millió forintra emelkedik. Csökken a kisvállalati adó az úgynevezett kiva kulcsa is, 16-ról 14%-ra, sőt enyhültek a kiva választásának feltételei is. A kisvállalati adó szerinti adózást az az adózó választhatja, amelynek állományi létszáma, a kapcsolt vállalkozások adatait is figyelembe véve az előző évben nem haladja meg az 50 főt. Január 1-től kibővült az online pénztárgép használatára kötelezettek köre is. A gépjármű javítási, karbantartási tevékenységet, a gépjármű alkatrész kiskereskedelmet, a motorkerékpár alkatrész kereskedelmét, javítását, a plasztikai sebészeti tevékenységet, a diszkó táncterem működtetését, a textil szörme mosását, tisztítását, vegytisztítását, vasalását végzőknek, illetve a masszázs szalonoknak, fogyasztó és karcsúsító szalonoknak, fitness, testépítő kluboknak, valamint a taxisoknak és a pénzváltóknak kell online pénztárgéppel kiállított nyugtát adniuk. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege is módosul, a biztosítással nem rendelkezők és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen sem jogosultak által fizetendő járulék havi összege 2017. január 1-től 7110 forint. Gyorsabb információáramlás, szorosabb együttműködés jön létre az ukrán-magyar határon egy uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően. Záhonyban ma olyan új irodákat adtak át, ahol az ukrán és magyar határőrizeti szervek együtt fognak dolgozni. A 7,5 millió eurós fejlesztés összesen 5 közúti és 2 vasúti határátkelő helyet érint az ukrán-magyar határszakaszon. Hogy az ukrán határszakaszon is megnyílik az első közös kapcsolattartási szolgáltatás. A rendészeti országos rendőrfőkapitány helyettes jelentette be, hogy mától úgynevezett kapcsolattartási pont létesül a záhonyi határátkelő helyen. Ez azt jelenti, hogy magyar oldalon a határállomás épületében egyrészt közös szolgálati helynek alakítottak ki. Itt a magyar és ukrán határőrizeti szervek munkatársai napi 24 órában közösen dolgoznak majd. Halmosi Zsolt vezérőrnagy és ukrán kollégája Viktor Nazarenko vezérezredes ünnepélyes keretek között szalagátvágással ünnepelte meg a kapcsolattartási pont átadását. A két rendőrtábornok ezután meg is tekintette azokat a helyiségeket, ahol a közös munka fog folyni.
határon átnyúló együttműködési program keretében jött létre ez a létesítmény. Uniós támogatással alakították ki a közös munkához szükséges helyiségeket, és fejlesztették a kommunikációs eszközöket. A kapcsolattartási pont lényege ugyanis az, hogy a határőrizeti szervek összekapcsolták egymás adatbázisát. A fejlesztéstől azt várják, hogy javuljon a bűnüldözés hatékonysága, emellett pedig az illegális árucsere és az illegális migráció ellen is hasznos lehet. Az illegális migráció folyamatosan új útirányokat keres, hiszen a szerb-magyar határszakaszt hermetikusan lezárta Magyarország. Ezért aztán az ukrán határszakaszon is lényegesen kisebb mértékben ugyan, de találkozunk illegális migránsokkal. 2016-ban közel 500 ilyen illegális migráns átlépését detektáltuk és fogtuk el. Ilyenkor a visszafogadási egyezmények és a másik országba való toloncolás működését fogja segíteni ez a kapcsolattartási pont. A záhonyi kapcsolattartási pont napi 24 órában fog működni. Azt is várják tőle, hogy gyorsabbá válik a határátkelés. A tervek szerint a közeljövőben pedig további 4 magyar-ukrán közúti és 2 vasúti határátkelő helyen is hasonló kapcsolattartási pontokat fognak kialakítani. Több pénzzel támogatná a városi nagy együttesek működését az MSZP helyi szervezete, valamint növelné az igénybe vehető bérlakások számát is. Ezt Jeszenszky András önkormányzati képviselő, a párt városi elnöke mondta azon a sajtótájékoztatón, amelyen a városi költségvetés módosító beadványairól volt szó. Az eseményen elhangzott, a párt helyi szervezete módosító indítványt nyújt be a csütörtöki közgyűlésen a fent említett témák mellett, egy kerékpáros kressz tampája kialakítására vonatkozóan, továbbá egy a Bújtos Városligetben megépítendő emléktáblás sétányt illetően is. A párt mindezek mellett módosító indítványt terjeszt a képviselőtestület elé a szilárd burkolatú utak lakossági együttműködéssel történő építésére vonatkozóan is. Felelős ellenzéki politikusokként mindig fontosnak tartottuk és tartjuk most is, hogy amikor a városnak egy adott naptári évre szóló gazdálkodását előkészítő költségvetése elkészül, akkor módosító indítványokat nyújtsunk be abban az esetben, hogyha bizonyos területekkel ellenzéki politikusként elégedetlenek vagyunk azoknak a finanszírozásával, vagy éppen vannak olyan feladatok, amelyeket fontosnak tartanánk beemelni, vagy erőteljesebb támogatással támogatandónak tartunk, vagy éppen ugye, hiszen meg kell keresni költségvetési módosító indítvány elkészítésekor azokat a területeket is, amelyeket viszont például túlfinanszírozottnak gondolunk. Sikeres esztendőt zárt 2016-ban a megye vízszolgáltatója, a Nyírségvíz ZRT. Vizsgálatok és hatósági ellenőrzések támasztják alá a fogyasztói elégedettséget a megye 7. legnagyobb foglalkoztatójánál, ahol az árbevételek 85%-át a víz- és csatornadíjak teszik ki. 2017-ben több változás is életbe lép a szolgáltatónál, amelyek egy része a lakosságot is érinti. A Nyírségvíz ZRT 150 ezer felhasználónál biztosítja a megyében a vízellátást és gondoskodik a szennyvíz megfelelő elvezetéséről és tisztításáról. 86 település tartozik ellátási területükhöz, ahol több lezárult projektnek köszönhetően 67-nél a szennyvizet is kezelik. 2016-ban a szolgáltató szerint jól alakult a vízértékesítés, közel 15 millió köbmétert használtak a fogyasztók. Nemzetközi összehasonlítások támasztják alá, hogy a megye vízfelhasználása nem pazarló, hanem inkább a takarékosság jellemzi a háztartásokat. A Nyírségvíz ZRT éves bevétele 8 milliárd forint volt, amelynek 20%-át pótlásokra, felújításokra használtak. Ez jó eredménynek számít országos átlagban is. 2016-ban 4 kilométernyi szakaszt újítottak fel Nyíregyházán, 2017-ben pedig tervben van további szakaszok renoválása, hiszen a nyíregyházi vezetékeket több mint 50 éve fektették le. A vízszolgáltató a foglalkoztatottak területén a 7. a megyében. 628 dolgozójának 2/3 fizikai dolgozó, az összlétszám 20%-a rendelkezik feladatához szükséges felsőfokú végzettséggel. 2016-ban mérték a felhasználók elégedettségét, amelyből kiderült, hogy a fogyasztók elégedettek és probléma esetén nem a hatóságot, hanem a szolgáltatót keresik fel. A Nyírségvíz ZRT a gyors és hatékony ügyintézés érdekében ügyfélközpontokkal áll a fogyasztók rendelkezésére. Tavaly 57 ezeren jelentek meg személyesen valamelyik ügyfélszolgálaton, 26 ezeren intézték ügyeiket telefonon, 13 ezeren pedig elektronikus úton. Az elmúlt évben több hatósági ellenőrzésen is átesett a vízszolgáltató,
Mindegyik problémamentesen zajlott le, és egyik esetben sem állapítottak meg mulasztást. 2016 jobb volt, mint vártuk, kedvezően alakult az értékesítés és a egyéb munkák számlázása is. Körülbelül a elvárásoknak megfelelünk, hiszen non-profit módon úgy működünk, hogy nulla eredmény körül fogunk zárni, úgy látjuk. 2017-ben vannak azért kedvező változások, ami a ágazatot jobb helyzetbe hozza az előző évhez képest. Itt a vízmérőcseréknek a ritkítását említeném meg, tehát 4 évről 8 évre változott a bekötési vízmérők hitelesítési ideje, és így többet tudunk fordítani karbantartásra, rekonstrukcióra, mivel csökken a mérőcsere kötelezettségünk, illetve hát az általános 5%-os járulékcsökkenés is egy kedvező lépés, hiszen a munkaerőt azt meg kell fizetni, egyre nagyobb a verseny a szakképzett munkaerőért. 2017-ben több változás is megvalósul majd a szolgáltató életében, amelyek közül némelyik a fogyasztókat is érinti. Módosul többek között az ivóvíz értékesítés, változások lesznek a növekvő szennyvízelvezetésben és a közműpótlásban. 2017. július 1-től a fogyasztóknak a felhasználó változást 15 napon belül be kell jelenteni, majd a szolgáltató munkatársai helyszíni szemlét végeznek. De vízelfolyás bejelentésekor is kiszállnak a Nyírségvíz Zrt. Szakemberei az adott helyszínre. Egyes esetekben kérhető lesz a csatornadíj elengedése, de ehhez a szakemberek véleménye is szükséges. Idén is folytatódnak a vízminőség mérésére irányuló vizsgálatok, hiszen a szervezet célja, hogy a vízellátás biztonságos és folyamatos legyen, a fogyasztóknál pedig az eddig megszokott minőség jöjjön a csapokból. A reformáció születésének 500. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás Nyíregyházán a Bethlen Gábor gimnáziumban. Az oktatási intézményben 25 modern plakáton tekinthetik meg az érdeklődők a reformáció történetét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán nyert 600 000 forintot a Bethlen Gábor gimnázium általános iskola és óvoda, amiből megvalósították azt a kiállítást, amely a reformáció 500 évét mutatja be. 25 nagyméretű, modern plakátról ismerhetik meg az érdeklődők a fontosabb eseményeket, személyeket és azokat a történéseket, amelyek hatással voltak Európa kultúrájára. A reformáció 500 éves évfordulójára való megemlékezés egy nagyon fontos dolognak tartottuk. Az iskolánknak a névadója Bethlen Gábor is a reformkorban élő erdélyi fejedelem volt, és ő maga is egy reformált hitű keresztény ember, aki a Bibliára alapozta az életét, és úgy gondoljuk, hogy nekünk, mint Bethlen Gáborral elvezett oktatási intézménynek, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy bemutassuk ezeket az eseményeket a nagyvilág számára is. A tárlat érdekessége, hogy a diákokat társaik kísérik végig és magyarázzák el a fontosabb eseményeket. Nekünk fiataloknak azért nagyon fontos a reformációra megemlékezni, mert nem csak a vallásban alkotott nagyot, de a kultúrát is alaposan megváltoztatta, és alapjaiban megrengette az addigi európai gondolkodásmódot, a humanizmussal karöltve. Az olvasottságát az embereknek fejlesztette és fokozta, az oktatásban is komoly eredményeket értek el a reformáció hatására. A vándorkiállítás anyagát nem csak nyíregyházi gyerekek láthatják, hiszen a tárlat eljut más városokba, sőt határon túli oktatási intézmények is érdeklődtek, hogyan mutathatják be ők is az anyagot. Nyíregyházán a Bethlen gimnáziumban február 8-áig tekinthetik meg az érdeklődők a kiállítást, előzetes bejelentkezést követően. Szebbnél szebb csipkéből készült alkotásban gyönyörködhetnek a Váci Mihály Kulturális Központ új kiállítására látogatók. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. 22 tonna állati takarmányként felhasználható burgonya szállítmány élelmiszerként történő értékesítését akadályozták meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei Újfehérton. Az érintett cég ügyvezetője elmondta, hogy a társaság takarmány burgonya értékesítésével foglalkozik, viszont az ehhez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, és az értékesítéseit sem tudta bizonylatokkal igazolni. Azt sem tudta megmondani, hogy az elmúlt hónapban bejelentett mintegy 160 tonna takarmány burgonyát miként értékesítette.
A telephelyen talált csomagolóanyagok és címkék alapján azonban felmerült a gyanú, hogy a takarmányként beszerzett burgonyát a későbbiekben fogyasztási burgonyaként értékesítik. A kormányhivatal helyszínre érkező munkatársai az áruk nyomon követhetőségének, valamint a takarmányok esetében is kötelező jelölés hiánya miatt a 22 tonna burgonyát lefoglalták és megsemmisítették. Hétfőtől a nappali órákban jelentős javulás érzékelhető a levegő minőségében. Nyíregyházán a szerdai értékek ugyan meghaladták az egészségügyi határértéket, és a tájékoztatási küszöbérték körül mozognak. A javulás ellenére a szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, lehetőleg ne tartózkodjon hosszú ideig a szabadban. A vízvilágnapi alkalmából a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság megyei területi szervezete rajzpályázatot hirdet a megye óvodásai, általános iskolás diákjai, valamint középiskolásai számára. A pályázatokkal kapcsolatban további információk kérhető a Feti vízig 42-es körzet 502-200-as telefonszámon. Csipkecsodák címmel nyílt kiállítás Nyíregyházán. A tárlat a Váci Mihály Kulturális Központ és a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség közreműködésével jött létre. A készítők azt szeretnék üzenni, hogy idősebb korban is szabadon alkothatunk. Angyalka, asztalterítő, gyermekruha és ünnepi csipkék. Ezeket mind megtekinthetjük a Szépkorúak csipke kiállításán. Az érdeklődők több mint 300 csipkét láthatnak, amiket 17 alkotó készített. Az esemény szervezői büszkék a tárlatra. Most félre ne értsék, de hát egy kicsit hagyd dicsekedjünk már vele, hogy a szépkorúak ilyen hasznosan töltik az idejüket, a nyugdíjas éveket, a nyugdíjas hónapokat, és hát például én is tévénézés mellett is tudom csinálni, és hát látványos minden mellett, meg ajándékként is nagyon szívesen adjuk, akik szeretik ezeket a dolgokat. A kiállítás megnyitóján Ágoston Ildikó önkormányzati képviselő és Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója mondott köszöntő beszédet, a tárlat fő üzenetét hangsúlyozták, mégpedig azt, hogy attól, hogy valaki szépkorú, még lehet kreatív. Amikor egy életet ledolgozik egy ember, és eljut arra a korra, hogy csúnya szóval nyugdíjassá válik, akkor egy hirtelen egy kicsikét úgy látom, hogy bepánikolnak. És utána mindenki keresi az útját, keresi azt a közeget, azt a közösséget és azt az elfoglaltságot, amivel ki tudja tölteni a mindennapjait. És lám, ez is egy ilyen szelet, hogy csipkét verni, csipkéket készíteni, ezekből különböző kreációkat kitalálni, különböző alkotásokat. A gyakorlott csipkekészítők akár már néhány óra alatt is képesek szebbnél szebb alkotásokat készíteni, például kis figurákat, tojás és zsebkendőtartót. A különleges darabok február 10-ig tekinthetők meg a Váci Mihály Kulturális Központ első emeletén. Nemzetközi utánpótlás kézilabdatornát rendeznek a hétvégén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Öt országból 26 csapat érkezik. A Junior Kupa jó felkészülési lehetőség az együtteseknek a diákolimpiai döntőre. Ukrajnából, Romániából, Szlovákiából és első alkalommal Lengyelországból is érkeznek utánpótlás kézilabda együttesek a második Junior Kupára. Magyarországról is több csapat jelezte részvételi szándékát, így Kecskemétről, Mezőkövesdről és Debrecenből is jönnek gárdák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét Fehérgyarmat, a Kölcsey DS-e és a házigazda Kisvárda képviseli. Azok a csapatok, akik akár határon túlról itt voltak az első junioron, most is itt vannak, tehát mindenképpen tudunk arról beszélni, hogy a visszhangja az tökéletes volt, és egy bővülés is gondolom, hogy ez eredményezte, úgyhogy mi abban bízunk, hogy majd a harmadik junior kupa az még bővebben, még több csapattal, és reméljük, hogy akár több ország részvételével zajlik majd. Négy korosztályban összesen 26 csapat csatázik, majd a hétvégén több mint 400 gyerek vesz részt az eseményen. A Junior Kupa jó felkészülési lehetőség az együtteseknek a jövő hétvégi diákolimpiai döntő előtt. De nem csak a kézilabdásoknak, a játékvezetőknek is ez egy jó lehetőség arra, hogy rutint szerezzenek. A szövetség által indított Jump program keretében ugyanis sok fiatal játékvezető képzése indult el. 3 éve még nem volt női bírói páros, most pedig már 11 olyan van, melynek többsége NB-s minősítéssel rendelkezik. A Magyar Kézilabda Szövetség elkötelezte magát amellett, hogy a fiatalokat és a nőket támogassa. Olimpiai ciklusban gondolkodik ma már, és a nemzetközi irányelveket tartja szem előtt, és azt gondolom, hogy 3 évvel ezelőtt mi egész jól éreztük meg ezeket az impulzusokat, és a játékvezető utánpótlás programunk egyértelműen ennek próbált megfelelni. A Junior Kupa január 27-én kezdődik, és Kisvárda mellett Gyulaházán rendeznek találkozókat. Májusban újabb rangos tornát rendeznek, ekkor a Szabolcs Kupa helyszíne lesz a megye.
Híradónk végén pedig nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Csökkenő áfa, módosuló egészségügyi szolgáltatási járulék, több kedvezmény a családoknak és az első házasoknak. Januártól több adó nem is megváltozott. Gyorsabb információáramlás, szorosabb együttműködés jön létre az ukrán-magyar határon egy uniós forrásokban megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően. Záhonyban ma olyan új irodákat adtak át, ahol az ukrán és magyar határőrizeti szervek együtt fognak dolgozni. Sikeres esztendőt zárt 2016-ban a megye vízszolgáltatója, a Nyírségvíz ZRT. Vizsgálatok és hatósági ellenőrzések támasztják alá a fogyasztói elégedettséget a megye hetedik legnagyobb foglalkoztatójánál. 2017-ben több változás is életbe lép a szolgáltatónál, amelyek egy része a lakosságot is érinti. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok!